Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: Íme az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, látta, hogy követik, megkérdezte: Mit kívántok? Azok ezt felelték: Rabbi, ami annyit jelent, mester, hol laksz? Jöjjetek és nézzétek meg, mondta neki. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradta. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: Megtaláltuk a messiás, vagy más szóval a fölkentett, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangéliumi Krisztusban szeretett testvéreim, a szakrális élet nem sziget, hanem kapu, nem kilépés a teljességből, hanem visszatalálás a teljességre, írta valamikor az Új ember hasábjain Pilinszky János. Szakrális életünknek a legszorosabb értelemben az imádság, az Istennel való közvetlen kapcsolat felel meg. A kis Sámuel most tanul imádkozni. De hogy mit jelent ez a latin szó, hogy szakrális, megértjük, ha az ellentétét mondom, az sem magyar szó, hogy profán. Például, ha bevásárlást végzel, főzés, takarítás, munkát, vagy a férfi és nő kapcsolatát nézzük, a gyerekszülést, azok nevelését, ezeket tartják az emberek profánnak. Ezzel ellentétben a szószoros értelmébe vett szakrális vallási életet gondolják, főleg annak a sűrített formáját, az imádságot, például a misét. Új év napján elmélkedtünk arról, hogy Jézus Krisztusban, a megtestesült Istenben ez a kettő átfedi egymást. Jézusnak nincs külön szakrális élete, és külön egy profán élete. Jézus, amikor dolgozik, amikor a kánai mennyezőn bort iszik, amikor alszik és imádkozik, az egy szinten van. Az Atyával való kapcsolatban. Testvérek, ez a vallástörténetben olyan új dolog, olyan berobbanás, hogy alig tudjuk feldolgozni. Higgyétek el, hogy mi keresztények sem értjük sokszor, mi az, hogy keresztény. Mert hát hasonlít a többi valláshoz. Testvérek, ha fordítva mondanám, az emberiségnek a profán történetében egy olyan berobbanó szakralitás, szentség, amit nem is egészen értünk. A kereszténységnek ez az eredetisége persze a mélységben van. A felületen a kereszténység hasonlít a többi valláshoz. Vannak szertartásai, ünnepei, hétköznapjai, stb. De a szentek életében föltárul. Testvérek, hogy ez így van, azt mindenki tudja, hogyha belenéz hitének a mélységeibe. Valójában a két világ, a szent, a szakrális, a vallási, és a profán, a hétköznapi, a mindennapi, a keresztény tömegek szemében is ketté van szakítva. Persze hamisan van összekeverve a panteista vallásba és a materializmusba, ezzel most nem foglalkozunk. Általában a keresztény tömegek számára a szakrális az egy sziget. Egy karácsony éjféli mise, egy húsvéti ünnep, vagy búcsú van éppen a falubát, akkor elmegyünk.
vagy néha megállunk és imádkozunk, ez egy sziget, ahol megszökünk a hétköznapoktól, de hát azért az életünk az nem ez. Hát az életünk az profánnak látszik. Testvérek, egyedül az Új és Új Szövetségben történik valami egészen új, ahogy mondtam. Az Új és Új Szövetség embere, amikor imádkozik, akkor nem övé az első szó. Ezt látjuk most az első próféta életében, aki még kisgyerek. Az Úr szólítja meg, Sámuel, Sámuel. És az imádság az csak az ember szava, csak erre válaszol. Teljesen hamis elgondolása a keresztény imádságnak, amely az Ószövetségben kezdődik, és Krisztusban beteljesedik, hogyha nem veszük figyelembe, hogy Isteni az első szó, a pogánynál nem. Ő szólítgatja az Istent. Isten szólította meg az ember. Hát ebben is milyen eredeti a kereszténység. Utoljára fia által szólta, hogy a zsidókhoz itt levélben olvassuk, és ez az utolsó szó azt jelenti, hogy teljes szava. Sőt, karácsonykor olvastuk, hogy az Istennek a szava, a hozzánk intézett üzenete az testé lett. Tehát az egész jézusi élet az egy isteni szó hozzánk. A keresztény ember csak erre válaszol, amikor imádkozik. És amikor azon nyafogunk, hogy nem hallunk választ az imára, sükettség van, Isten nem szól, akkor hazudunk. Ő mindent elmondott. Az imádság csak arra válasz. Lapozz az evangéliumot, mind neked szól. Az imádság lényeg az, hogy odahallgatok az Istenre, és vagy szavakkal válaszolok, de legjobb a tettekkel. Ha valamit megértek az ő üzenetéből, megteszem. Így az emberi cselekvés csöndes imádságá válik. Az Úr is mond is egy példabeszédet, egy embernek két fia volt, azt mondta az egyiknek, menj ki a mezőre, szóval kimegyek, és nem ment. A másik azt mondta, nem megyek ki, de aztán kiment. Melyik teljesítette atya akaratát? Hát a második. Tehát valamiféle egzisztenciális, egész életünket átfogó válasz az imádság. Szólj, Uram, mert hallgat a te szolgád. A vallásnak, az imádság pedig a vallás közepe, ez a lényege. Nem sziget, hanem kapu. Miért? Mert a keresztény imádság az nem világenergiákkal tárgyal, hanem ahhoz szól, aki őt megszólította. Ez egy kapu. Én vagyok az ajtó, mondja Krisztus. Belépünk Isten világába. Tehát az Istennel való mélységes kapcsolat az nem sziget, ahova megszökök, hanem egy olyan kapu, amely a teljességre nyílik. Testvéreim, ezt az ember megtapasztalja, ha évtizedekig imádkozik. A három rózsafüzért úgy mondogatom, sokszor a városba sétálva, akkor mindenki együtt van. Édesanyám és apám, testvérem, az összes ősem, akik szembe jönnek, azok mind az imádságban vannak. A 14 emeletes léket kapott hajó, és annak a halottja és a megmenekülte. Nem magát felrobbantó férfi, és a sebesülte. Csőrek, az imádságban benne van az egész anyagi világ, mert Isten teremtette. Tehát Istennek az a szava, hogy léteznek a dolgok. És amikor én Istennel kapcsolatba lépek, akkor a teljességre lépek be. Új, micsoda szépség ez. Benne van az a csodálatos havazás, amikor minden fehér lesz. Benne van minden szenvedés. Még a halál is. Nem az a világban van az egység, azzal, hogy mint a keleti meditációk rossz interpretációjában mondják, hogy most érezd át a világgal való egységet. Ezt miért kell átérezni? Hát abból vagyok. Ezt nem kell átérezni, hogy a világnak része vagyok.
És a világ, azt mondja Pilinszky, olnál is szűkösebb. Innét odáig. Egy zárt rendszer. Csak az ember kilóg belőle, mert szabad, ahogy a múlt vasárnap mondtam. A személye nem magyarázható meg. És Isten ennek az ő képére teremtett embernek teremtette a környezetét. Persze, pazarlom, mert Isten mindig pazarol. Hát minek kellett akkor a világ mindenséget teremteni, hogy egy kis bolygón itt legyen az ember? Ilyen. De ez a mi környezetünk. Ez az Isten és ember kapcsolatában van benne. Ebből kivesszük, akkor ez a világ őrület. Akkor negatív lenyomatok. Szörnyű sötétségek. A bűnbe esett ember kivette a mindenséget az Isten kezéből, mikor önmagát kivette. És csak az, amikor az Isten kereste őt, és megkérdezte, Ádám, hol vagy? És látjátok, az Ószövetség beteljesedett. Hát Istennek nincsen lába, hát hogy járt át a fák között és kereste Ádámot, de van lába, lett lába. Jézus ment Palesztina útjain. És az emberek után ment. Az imádkozó ember, a keresztény látszólag kilép a teljességből. Mint hogyha ott hagyná azt, hogy üzleti ügyeim, mintha ott hagyná azt, hogy ennek a városnak a gondjai, politikai életben ez a rettenetes fölfordulás Magyarország ellen irányított egyetemes támadás, imádkozunk, mert ez ocsmánság. Ez nem Európa, ez egy gyarmat. Ez nem politika, ez a valóság. Ez a gyűlölet irántunk. Ez szüzanya oltalma alatt állunk. De a politika, stb., mintha ebből az imádkozó ember kilépne. Nem igaz. Valójában ő lép be a teljességbe. Az imádság nem elszigetel, hanem egyesít. Az imádság nélküliség a sziget, ahonnét nincs ut a teljesség felé. Az imádság visszautasítása kilépés a teljességből. Csak egy zűrzavarba való lubickolás, majd telefulladás. Ha az imádságon, vagyis az Istennel való kapcsolaton belül van az élet minden területe, akkor az a terület jól működik. Akkor nem profán. Semmi sem profán, csak a bűn. Mert a bűn azt jelenti, hogy kiveszem az Istennel való kapcsolatot. Leginkább is Szent Pál a mai szentlesztébe ezt üzeni nekünk, ez, hogy szakrális profán leginkább a szexualitással jön elő. Mert sokan úgy érzik, hogy na hát az aztán profán, annak semmi köze a miséhez. Nem igaz. Nem igaz. Isten találta ki. A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért. Az Úr pedig a testért van. A házasság ezért szentség. Ami abba történik, az semmi köze a barátsághoz. Az az imádságban van benne. Az Isten és az ember kapcsolatában. Ami abból ki van véve, az azért bűn, mert kivette a teljességből. Mint az állat úgy él. Az ember evése nem zabálás. Abból áldozás lesz. A férfi és a nő egyesülése hűséges házassága, az nem parázsaság, nem szégyennivaló. Isten ott teremt egy halhatatlan lelket, ha megfogan egy gyerek. Ilyen csak a misébe van, hogy a Szentlélek Krisztus föltámadás testét idehozza a kenyér és a bor színe alá. Hogy teremt. Hú, de újra kell tanulni a hitünket. És le kell vetni ezt az álszent, ocsmány, felületes keresztény életet, amely ketté van szakadva, és skizofrénia, és még jobban meg is erősíti bennünket, és ebben tényleg még betegség is lesz. Aki úgy beleveti magát az Isten nélküli teljességbe, vagyis az űrzavarba, amíg egészséges, az jobban él. De hogyha ez a kettősség bennem valóban kettősség, hogy van egy istenes életem, és utána következik egy egészen más, hát ez borzasztó. Ez az, amit nem kíván az ifjúság. Ezért az átlag keresztényt nem kívánja meg a fiú.
De az apja egy szent Mórusz Tamás lenne, akkor megkívánná. És éppen őt említem, az első feleségét is nagyon szerette, szerelmes szeretettel. Meghalt az első felesége. A Lord Kancellár, a nagy politikus, soha nem hazudott. Vigyázz, a politika is a szentség területébe tartozik. Egy Habsburgottól nem hazudott. És Európa legnagyobb politikusa volt. Nem igaz, hogy a politika területe az a bűn, csak ha kivesszük, az Istennel való kapcsolatból. És másodszor is megházasodott, és azt a feleségét is nagyon szerette. De amikor hazudnia kellett volna, hogy a királynak a második házassága érvényes, és a pápa pedig nem ura, nem Péter utódjaként nem vezeti az egyházat, hanem 8. Henrik magát nevezte ki az egyház fejévé, akkor elbúcsúzott sírva a feleségétől. Akkor meg kell halnom, de nem hazudható. Pedig azt mondta, hogy legszívesebben mind a kettő feleségével élt volna, mert annyira szerette őket. Ez nem poligámia, nem túlcsorduló érzékiség, hanem mind a kettővel olyan kapcsolatot ért, hogy az Istenben volt, aki az Úrral egyesült, egy lélek vele. A legnagyobb egyesülés csak a föltámadt Krisztussal való egyesülés lehet, aki a személyünket áthatja. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Hogy tudná az, aki nem imádkozik? Hogy tudná a keresztény hit lényegét, hogy tudnillik Istennel vagyunk ontológiai, létezési kapcsolatban? Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. A keresztény szakrális nem sziget, hanem kapu. Nem a mindenségből, az igazi emberi életből lépünk ki egy ritualizált, egy mesterséges vallási környezetbe, hanem ott lépünk be a teljességbe, mert azzal találkozunk, akiben Isten teremtett mindent. Az evangéliumban, amikor azt írja János, talán 50 év múlva, vagy 60 év múlva, hogy ez a 10. órába történt. Mester, hol laksz? Hát gyertek, nézzétek meg. Jézusnak volt ott egy kis lakás, akár Kafarnaumban. És amikor beléptek azon az ajtón, akkor nem a világot zárták ki, hanem a föltámadás után kiderült, hogy akkor léptek be a teljességbe. Amen.